Sziasztok srácok, Sándor Gróf vagyok a War Thunder ebből, és mindenkit sok szeretettel köszöntök. A Spitfire FR Mark 14E fedélzetéről, ami egy nagyon rendkívüli, nagyon különleges Spitfire. Hát nem túlzás azt mondani, hogy meg volt alapozva a lelkesedése azoknak, akik azt mondták, hogy ezt alig, hanem a mindenek legnagyobb kedvence. A nagy Spitfire mániások közül, és hogy talán ő a legjobb Spitfire az összes közül. Battle rating 5.7, ahol helyezkedik egy bundle is, tehát egy 30 eurós árfekvésben lévő gép, 15 nap prémium idő érkezik vele. Ettől bundle, úgyhogy maga a repülőgép, ebből a 30 euróból nézzük, még akkor 20 euró környékére taksálódik nagyjából. Két különlegessége van, az egyik az az, hogy le vannak csapva a szárnyvék, ugye egy Tech 3 Spitfire az, hogy akár a testvéreihez képes feltűnő módon, ugye nem ez a megszokott szárnyvégződése. A másik dolog az, hogy ebben bizony egy Griffon motor munkálkodik, és hogyan munkálkodik ez a Griffon motor. 730 km/h sebességre képes, 8077 méteres magasságon. És 12000 méter az elérhető és szolgálati csúcsmagassága, gyerekek, az félelmetes. A legjobb fordulóképességű Spitfire-ek közé tartozik, és a legjobb emelkedőképességű Spitfire is egyben. Ami azért így nem piskóta. A fegyverzetébe tartozik kettő darab 20 mm-es hispánon már 2-es gépágyú, ezek már eléggé jó, bírják a túlmelegedés, beragadás veszélye nélkül a folyamatos a tüzelést is, 270 lőszerünk van bemárházva hozzá. 12,7 mm-es M2-es Browning gépuskából van hozzá még kettő. Mindenkinek az egybehangzó vélemény alapján a fényjelző nélkül lőszer lesz az, ami úgy igazából a leginkább meg fogja állni a helyét. Ugye ebben API páncéltől a gyújtó lőszer, egy gyújtó lőszer pillanat gyújtóval helyezkedik el az 50 kaliberes Browningoknál. És Hefi repeszlomró gyújtógránát töltény, Hef Sapi fél páncéltől repeszlomró gyújtógránát töltény, és AP páncéltől lőszer helyezkedik el a 20 mm-es Heavederben. Nagyon jónak találom ezeket. Itt még ezért álltam, hogy a fényjelző nélkül legyen le, mert van egy AP, vagy csak a légi célpontok elleni, mert az igazából kétféle. Hát még próbálgatom. Szerintem egyelőre megpróbáljuk ezt a légi célok ellenit. Hát, ha jobban beválik, ebben mégis a több a repesz hatás lősz. Ugye a repülőgépek ellen mindig a repesz hatást nézzük, meg a gyújtót, a páncéltörő gyújtót, hogyha van, mindenkinek tudjuk őket gyújtani hajtóművekre. Ő fogja tudni nekünk azt, hogy kis és közepes magasságot olyan fight, forduló harc, hogy alakul. Mivel jó az emelkedő képessége? Mivel a motor nem melegszik annyira túl, még a húzamosabb repülés esetén sem, hogy pirosra vagy pláne feketére megsüssük. Nagyon jó lett vele, ráadásul mondom a legjobb emelkedő képességű Spitfire, igen jó lehet vele boom-man zoomolni, energy fightolni, igen jó lehet vele turn fightolni, igen jó lehet vele bombázókat leszedni. Tehát ez már így gyakorlatilag az ég ott a világon minden tud, amire szükségünk van, amit szeretünk, amire vágyunk egy Spitfire-ben, úgyhogy hajtsuk is meg realisztikban. Hát fogom beszpolni, úgyhogy a rohadt hosszú emelkedés nem biztos, hogy fölveszem. Egy lényeg, visszaálltam fényjelzős lőszerekre egyenlőre, mert bár ez nem olyan hatékonyan, de elég sokat bénáztam eddig a fényjelző nélkülivel. Egyébként az a leghatékonyabb heveder az összes közül, nyilvánvaló módon. Egyenlőre több célt vágottam, abban több a repesz romboló. Egy 5.7 a battle rating, ebből kifolyólag a 6.7-es korai jetek ellen mehet a gép egyébként. Benne van a pakliban, de nem jellemző. Illetve nem úgy vettem észre, hogy fárasztanak itt minket a jetek folyamatosan. Ez nem egy M262 mágnes például a repülőgép. Hát gyerekek, én még ennyi szívvállalajöntés, ennyi fejlesztési pontot repülőgéppel soha álmomba se. Na ez drága bandis repülőgép, de ez megéri az ára, az biztos. Ez egészen TP és Lion Combine. Nem tudok a másodikat mondani, a 400 km-ra felé gyorsultunk, én beszoktam tenni 15 fokos emelkedési szögbe, aztán tudjátok, hogy a Normandia map az a repülés Maginot vonala. Berakod a gépet emelkedni. Ezt tejet hagyod és elmész kávét főzni. Pont azt fogunk csinálni, és egyébként csinálnak egy kávét, a gép emelkedik. Addig elmondom, hogy az emelkedés közben is föltözöm melegíteni webpelgetve a motort. Most felviszem, de felforrósítom, hogy lássátok, hogy mennyire. Ilyen 130 fok körül lesz a víz. Ez is mindjárt megjelenik az olaj mellé. És a Griffon motort nem lehet megsütni, szerintem.
Én nem hiszem, hogy a Griffomotot meg lehet sütni feketére. Beáll valahova ide, ez a 100 fok környékén van, az olaj nyilván nem optimális, de a víz pedig 130 környékére, és ennél nagyon nehéz följebb vinni, és elengedjük a webpet, akkor vissza fog hűlni magától. Tehát a hűtés az nagyon jó, fantasztikus a Griffon motor hűtése, igazából a melegedési probléma ezáltal nagyon minimális, ahogy nem, maximális mértékben kezelhető, majdhogy nem árkád érzésünk van, lehet repülni orvőzésig webpen, anélkül következményei lennének. Ez a forduló képességgel együtt annyira OP-vá teszi ezt a gépet, hogy mintha te árkádoznál realisztikban. Annyival könnyebb helyzetbe vagy az ellenfeleidnél, és ez elég félelmetes. Olaszok, ők itt megálltak igazából a G56-osnál, ami 5-3. Mert a fölött nekik már csak 8-0 és 7.7 van. Úgyhogy G56-osokra kell fiatokra számítani elsősorban. Németektől azért ilyen a TA sorozat, TA 150-es sorozatnak a gépei. A Focke Wulfok, a farkasok fejlettebb tagjai és a legjobb létezten Greatest BF 109-esek. Egész jogottan mehetünk bombázókra vadászni is, mert 7-8000 méter optimális magasság. Itt ráadásul van tér, van idő sokáig emelkedni, mire ezt elmondtam, 3000 méterre kavinyádunk fel. Akkor én megyek KB-t aprikálni magamnak, és találkozunk a nagy magasságban. Na meg is jöttünk, lefőtt a kávé. Szépen emelkedtek most kivételesen a német csapat tagjai is, azt lehet mondani, feljöttek ahogy kell. Egyik szemem azon a messzes mitten, a másik meg azon, aki a Lancaster bombázónkat támadja. Kéne bombázónak covert biztosítani minél gyorsabban. Nem akarom ezt a srácot szem elől veszteni, mert baromi jó támadási pozícióba tud semmi perc alatt kerülni. Hát a Lancasterünk az ráment már a manőverre. Hoppá, farkas. A bárány seggében. Egy dolgot nem szeretek ezzel a géppel. Turnfight-olni igen. Boom and zoom-olni igen. Én hedonozni nem szeretek ezzel a géppel, abba szoktam általában rosszul kijönni. Olaszokkal szeretek hedonozni, illetve az MB40 Barzson jettel, azok mindig nyerik szinte nekem a hedont. Na, adjunk ennek a srácnak egy képtelen hülye szöget a lövéshez. Hú. Annyira árkádos a repülőgépnek a fordulékonysága, hogy gyakorlatilag én magam meglepődök rajta, hogy te jó Isten. Mint hogy Mitsubishi Zero-val csapatnám. És látjátok, hogy dive-on milyen agresszív fordulókra vagyunk képesek. Hát menekül a srác, de jobban is teszi. Nem tudsz a csém lelépni. Jó a motorod, én tudom, hogy jó motorod van. Gondozni kéne kicsit a pilotának a gétűrését. Ennyi. Ez a gép OP, gyerekek. Fú, most nagyon meghajtottuk. Kicsit csillapodjunk le. Én is, hogy leüljön az adrenalin, a gép is tudjon hűteni egy kicsit. Tehát betáljam azt, hogy ettől milyen szögbe állok. Na jött aztán a felhőbe. Időközönként azt sem tudom, hogy merre vagyok arccal. Merre van a fent, merre van a lent. Már is új táncpartner érkezik. BF-109. Te jó Isten, már megint mit csinált az repülőgép. Hogy jó Isten. Most sokan vannak jó támadó pozícióban, tehát magassági ezáltal energiafölényben hozzánk képest. Aki meg alacsonyabban van, az távol van. Ezzel utálom a felhőt, de gondolom mindannyian így vagytok ezzel, hogy itt aztán kiigazodni ki hol, merre.
Nagyon nehéz azt kiszűrni, hogy senki ne tudjon meglepni váratlanul. Folyamat gyorsulunk, és elkezdett lehűlni a motor, úgyhogy ha arról van szó, megint meg tudjuk tekerni a webpet. És látjátok, hogy milyen brutális, az a másik, hogy mennyire brutálisan agresszív módon manővereztünk dive-ban, gyerekek. Hát le is törhettük volna a szárnyát, akár még repülőgépnek. Hát hol köteles ezt a repülőgép szárnya elviselni, mit csináltunk vele? Farkas, ismételt módon. Nagyon elfogytak a fiúk, úgyhogy ezt a meccset, ha nagy hülyeséget nem csinálok és tudok vigyázni a gépemre, akkor valószínűleg túl fogjuk élni. Túlélő és nyerő meccsekre pedig az a gép, ez félelmetesen. Kaszál. Valószínűleg nem pályázott még ránk a farkas. Vagy ő nem lát engem, csak ő van nekem felspottolva, az is lehet, mert én alatta vagyok, és ilyenkor a pilóta nem mindig spottol. Vagy másba sántik el, meg ennyire inkább növekszik a távolság, mint csökkenne, az jó jel. Oké, 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 jó van, jó van, jó, jó van, na! Hey! Gyerekek, ez a gép OP. Ez pay to win. Hát... első meccsemben is oroszokat lőttem, még az sincsen valami töltelék nemzet. Két killes nyerő meccs, igaz utána magyar srác le tudott lőni headonba, de hát ez a magyar pilóta volt. És a magyarok is OP-k. Azért ezt meg jó látni, tehát hogy ő volt a legeredményesebb, legtöbb kill-el az enemy-nél, én pedig a saját csapatunkban, tehát jó érzés azt látni, hogy azért mi magyarok ezt szinten ott vagyunk a repülésbe is. Talán itt a repülésben azt hiszem, hogy még eredményesebbek vagyunk, mint a tankoknál. Nem tudom, abban a kelgetésben tudunk-e még szállni, de ha csak annyi van, hogy egy kill is, de túlélő nyerő meccs. Egy bombázójuk van még bent, meg egy, nem tudom, talán AFK, vagy csak nem sokat tett hozzá a meccshez, gyerek. Ajajaj, ebből már nem lesz semmi a mi számunkra. Amerikai Premium Spitfire is megy. B47-es vonalat, a csodálkozok, hogy a Focke-Wulf még idáig bírta. Nem, mert minden meccs azért teljes mértékben epik. Bocs, nem tudtam pörgősebbet hozni, de lehet, hogy meghajtjuk árkádba is, mert most ennek a repülőnek tényleg az lenne a lényege, hogy tekti nyitó kulcs és hogyan grindol. Ahhoz meg nem árt, a teljes képet kapunk. Jó, én nem látom a csávót. Menjünk a P47-es után. Azt hittem, hogy ő látja. De nem, ezt szerint ő sem, csak vissza akart nyerni az energiáját. Hát gyerekek, ez meglépett. Hát lelőlünk a felhőben, majd lelőtte. Nem láttam, bevillant volna a kill, lelőtte volna. Bázisaink hogy állnak? Nincs már bázis, csak reptőrünk van. Akkor a bombázójuk az viszont vagy mostan újra tölteni, vagy most szállt fel. Ott a farkas.
nagyon messze van. A defermat az nem volt a AFK, az alacsony pont teljesítménye miatt, csak úgy nem tudom, elveszett a fejlődben és most találtuk meg. Nem voltnak ilyen kontra az ellenséggel. Opa. Megsüttem a motort. Na mégiscsak meg lehet sütni a motort. Most már kávézok, hogy annyi baj legyen. Térkép. Hát igen, inkább az ellenség bálisához vagyok közel, mint a sajáthoz. Úgyhogy ebből most egy... Ott fogunk kihozni, hogy fennmaradunk, ameddig csak lehet. Meg szép óvatosan hazafelé fordulni. De nincs üzemanyag sem. Motor megkivásárlása, nincs üzemanyag. Üzemanyagból fogytunk ki. Ja igen, tanulságul lány itt, hogy Normandiához, mi vagy ilyen rohadt nagy map, soha ne szálltak fel minimális üzemanyag töltéssel. Hoppa. Henkel 177. Hát igen. Ha lenne üzemanyagom, megtámadnám. Sándor Gróf epic fail. Nem moztunk Normandiába elég naftát. Ciki. Igen, a mi bázisunk az nagyon messze van. Tényleg annyira messze van. Akkor viszont nem középre kéne kényszer leszállni, nehogy a botok lelőjenek ott a légvédelem. Kicsit inkább akkor térkép széle fele nézni valamerre egy nyugis kis helyet, illetve imádkozni a srácok, addig killekkel le tolják a meccset, ketten vannak már csak. Két bombázó. A bladjuk az a Henkel. És pontozásokkal meg érdekes van, szarul állunk. Bejöttem a srácoknak, hogy nagyon számítsanak rám, mert kifogytam az üzemanyagból. Az még csini. Kis távolság, nem mondom. Na meglátjuk kényszeresztelás, hogy mit hozok össze, aztán találkozunk randolás környékén, és megnézzük az összesítőt, mert nagyon hosszú lesz. Hát gyerekek, ezt is elértük. Kevés ilyen az ellenséges repülőtértől. Haza. Hazazott minket a Spitfire. Azért az ember ilyeneket nem felejt el egy repülőgépnek. Hát Normandiában hol van az enemy? Airfield, gyerekek, mekkora távolság. Hát innen jöttünk haza. Üzemanyag nélkül.
Spitfire. Most az utolsó bombázó nem lett meg, újra felszálltunk, újra átrepültük az egész térképet, és újonnan megjelent célpontokra kell mennünk, hogy a pontozási helyzetünkön javítsunk, illetve még valamit ki tudjunk ebből a meccsből hozni, bár ezzel már elég szkeptikus vagyok. Ilyen mód az ellenfél csapata, ha az a bombázó semmit nem csinál, csak rejtőzködik is, már nyert. Hát itt most kb. Semmit nem látok abból, hogy mire is akarom mi rátámadni. Oppa! Nem tudom mi az, mert nem látok semmit egyébként. Monitorom lenni sötét, a szobámban meg viszonylag világos van, de... nem igen állja a lövést, úgyhogy ha nem gépágyú álló, akkor... legalább ezekkel a célpontokkal egy picit tudunk. Ha nem is a meccs pontozásán javítani, de legalább ki tudjuk menteni még azt a kis TP-t, amit lehet. Akármit is lövöldöztünk itt most ki. Jó, te erre utók. Aha. Legalább egy kicsit a pontozáson hoztunk, úgyhogy még akár meg is lehet. Most segített nekünk a játék ezekkel, a célpontokkal. Berúgta a Guardians egy kis mentővet nekünk, hogy legyen valami esélyünk. Mert ugye a bombázóra egyértelműen nincs esélyünk, hogy azt... Oké, még egy feladat teljesítve, és akkor lehoztuk. Négy földi, egy légi cél leküzdve. Megittem a kis kávémat is közben. Csapaton belül helyezésünk harmadik. 7618 TP, 35914 lejön egy ilyen kis gyenge meccsre. És részletben menően is lássuk, hogy miről van szó. Járműfejlesztés, ugye a Spitfire Mark 16-osra, mint 10817 TP, modifikáció fejlesztésre, hát ez konvertátor TP-be fog átalakulni. 7618, mivel nem kell mondom modulokat fejleszteni, ez a prémium gép. Így összesen 35454 lett a Silver, olyan 7618, ez azért sárga, mert konvertálható TP, és 18435 egyébként a TP hozam. Úgyhogy azt hiszem, ez nem egy gyenge mérleg. Úgyhogy szerintem váltunk egy csatamódot, és mivel, hogy ez a prémium repülőgép, meghajtjuk egy kicsit árkádban is. Na akkor jöjjön az árkád. Itt már fényjelző nélküleket pakoltam, mert úgyis van célzás rásegítési szintem. Talán nem fogok annyit bénázni, és vannak rá backupok, szóval... az majd némiképpen segíteni fog nekünk, úgyhogy merre vagyok arca? Okidoki, straight to the enemy. Ho. Hát a szokásos árkád mese fizika. Már kezdünk is egy enyhén szóval természetesen összögbe való emelkedést. Te jó, úgy tudom, hogy pörög a magasságmérő. És nem szól ránk a házmester. És nem szól ránk a házmester, árkád. Se critical speed, nyomda az órát, se túlmelegedés, és... joke man, it's a joke man. Nem mennyi bomber hunting vagy, Fokke, Mitsubishi. Uha. Speedy Halifax combo. A Spitfire és a Halifax combo szimplinek tűnik, csak az a Fokke Wolf már ránk is jolózott. Hú!
Kaptuk azért az évet mi is. Jó, megölette magát. Hát azért az árkádban legyen ott az ember a helyzetfelismerésre a toppon, mi? Na jó, kösz. Itt azért ez a nehezítés az árkádba. Hiába mesefizika, meg olyan dolgokra képes a repülőgéped, ami nem normális, de... a többieké is, és... ebbe az őrült hentelésbe... igazából ezzel a... számolni nem is tud az ellenséggel, hogy mikor, honnan. Én még nem állok itt neki tölteni, bár lehet, hogy most kéne, mert most nyugi van. Váltjuk a töltését, azt is meg tudjam mondani, 16 másodperc, 33 másodperc. Ja, nem olyan vészes az 50 kaliberesekhez, és hát nyilvánvalóan a 20 milisekhez combosabb töltésidő fog tartozni. Egyelőre arra hajtok, hogy a magassági fölönyünket féltékenyen őrizzem. Senki ne kerüljön felénk előgyös támadási helyzetbe. Utána majd rá tudunk Boomenzumba csapni a srácokra. Speedfire, őt elég veszélyesnek ítélem meg. És ő már emelkedik is miértünk, szóval... most, hogy nevető halmét nem szól közbe. És már pedig nem szóltak közbe, mert tudtuk őt is csippantani. Kaptunk azért már, mi is, a jóból. Megpróbálunk még egy Halifaxra rámenni, ha senki nem okotetlenkedik közbe. Kijöttünk a helyzetből, magas jóló. Félig meddig. Árkád Rambó jóló. Oh my gosh. Be kell nyomjak a reloadot. Jézusom, már 4 kill-nél járunk. Jó. Hát az Arcad Rambónak is nagyon félelmetes az a gyerekek. Most ami boosterekre is vagyottok hozzá nyomni, és behozzátok Arcadba, gennyre fogjátok magatokat keresni ezzel a géppel. Semmi vész, 4 kill után már igazán lelövetik az embert. Oh, és még őre is asszisztom lett. Gyerekek, ez egy szégyen. Bend this thing! OP! Aj. Firefly, Fokke Wolf, P5 van egy kis magasságon. Terű-terű asztalkám, azt mazsolázok ki belőle, amit akarsz. Persze, ha nem mondjuk ilyen kis magasságban most Boomerzoom támadásban, az a számoljunk rá, hogy bekeveredhetünk úgy a darálóba, hogy abból az a repülőgép a világon nincs, hogy jól jön ki. Elkezdtem jobban tartani az elállítást, hogy nagyon jön. És kitalált meg minket ennyire. P-51-es.
Igen, az árkádban ez van, hogyha bekerülsz egy ilyen találóba, ott már elveszheted a kontrollt. Ott már nincs olyan, hogy helyzetfelismerés, nincs olyan, hogy OP repülőgép, ott már semmi nem tud kihúzni a lecsóból. De hát egy szégyentelen egy bestiális egy dög. Majd ennek a csatának megönnek az összesítői, mert ez így még semmit nem mutat. Ugye meg kell várnunk, amíg összesít. Ameddig lezajlik az a csata, utána annak az eredményét be fogom vágni. Végezetéjük, meg az első leges-leges csatámat, amit mentem vele, ami két kill után előtte magyar srác hedonba, azt a két eredményt még be fogom vágni a végére, és hát... Realisztik OP, Arcade Rambo, Tekti nyitó kulcs, mert ez annyit lehet grindolni mind lejjabban, mint pedig Research Pointban, hogy ez kinyitottak az egész Brit Tech Tree-t. Hát meglett a kedvenc Spitfire-em nekem is. Megköszönöm a megtekintést, melyek két eredménybe fog villanni a végén. Sándor Gróf voltam, nászutom vagyok a Spitfire-rel. Sziasztok!